14 kis klippet tartalmaz ez a felvétel, hogy a leggyakoribb pajzsmirigy probléma a göbös elváltozás, amiatt ultrahangvizsgálatot végzünk. Szövettanilag igazolt göbös golyva esetét mutatom be. A jobb lebeny haránt metszetben épp állományt figyelhetünk meg, a bal oldalon viszont egy göbös rész látható. Elsőbben itt a hosszmetszetben látható, hogy ez egy körülbelül 3,5 cm-s göb, ehonormál apró cisztikus felritkulásokkal tarkított és tokjel jól mutatkozik a kolorfelvételen. Ultrahangvezérelt szúrást mutatok egy ehhoz szegény területből, a tűvége most látható jól. A citrogén vizsgálat jó indulatú kolloid strumának megfelelő képet mutatott, a göb nagysága miatt indikált műtét során pedig kolloid struma, nodózus struma igazolódott. Jó indulatú göbös golyvának bizonyult esetet mutatok. Jobb lebenynek a ventromediális részén látható egy ehogazdag inhomogén cisztikus területeket is tartalmazó többszörös göbös rész. Hosszmetszetben ugyanez. Alapvetően az ultrahang mintázat jó indulatúnak tűnik. A bal lebeny épp. A cisztikus területen belül lehetett látni, van egy eoszegény inhomogén rész, ami kicsit szokatlanabbnak tűnik, de alapvetően ez a mintázat békés. A keringés nem egyértelmű, hogy tokba zárt elváltozásról lenne szó, nem jellegzetes. A sejtkép ugyanakkor igen ronda. Kolloidmentes háttérben mikrofollikuláris struktúrát látunk kifejezett atípiával. A vakolizáció ugyanakkor jó indulatú elváltozást, hormonális atípiát sejtett, és ez egy diszhormonogenetikus golyvának bizonyult szövettanilag. Jó indulatúnak bizonyult többgöbös golyva esetét mutatom be. Jobb lebenynek a mediális részén durva meszesedéseket tartalmazó tokkal övezett göböt mutatunk. Ehonormál és mérsékelten ehhozszegény területek váltakoznak a göbön belül, ez általában jó indulatú elváltozásnak a jele. Ugyanakkor a tok jel mellett igen kifejezetten fokozott a belső keringés is ebben a göbben. Tehát citrógő vizsgálatra mindenképpen érdemesíti ez a sajátosság ezt a göböt, annak ellenére, hogy az alapszerkezete az nem kelt gyanút. Hosszmetszetben egy másik göböt mutatok, ez ehonormál és egy nagyobb cisztikus területet is tartalmaz több kisebb mellett. Ennek a keringése nem jellegzetes, a széli részén a toknak megfelelően mutatkozik vaszkularizáltság. Jön az ultrahangvezérelt szúrás, jól lehet látni az ehonormál részen belül a tű felvillanását most. Illetve a másik cisztikus göbnek a megkisebbítését, leszívását mutatja innentől a felvétel. A tűvége jól látható folyamatosan gyakorlatilag a cisztikus területen belül. Ahogy halad előre az idő, egyre kisebbé válik ez a cisztikus terület a leszívásnak megfelelően. Ehonormál cisztikus göb szintén jó indulatú elváltozásnak a sajátossága. Az első göbből készült citrogővizsgálat képét mutatja ez a felvétel, egyértelműen jó indulatú sejtcsoport látható a citrogékeneten. Jó indulatú göbös golyva esetét mutatom. Jobb lebenyben látjuk ezt a kisé ehhozszegényebb, jól láthatóan tokkal övezett göböt. A tokban futó ereket mutatja az inzerten a kolor. Hosszmetszetben ugyanez a lebeny felső pórusát foglalja el a göb. Jobb lebeny haránt metszet a videófelvételen. Kis különbség van az EOS struktúrában a normál állományhoz képest, ez kissé EOS szegényebb göbnek minősíthető. Mindenképpen jó indulatú elváltozásra utal ez a minimális EOS szegénységbeli különbség. Jól látható, hogy gyakorlatilag a göb egészét körüleli a tok a kimutatott erek révén. Lebeny felső pórusát foglalja el a göb. A citrogő vizsgálat során egyértelmű volt, jó indulatú kolloidos struma, gömbsejteket figyelhetünk meg
Ezeket a labdacsokat jó indulatú elváltozásban szoktuk látni citrogé képen, egyértelmű az is, hogy kolloidos a háttér. Jó indulatúnak bizonyult göbös golyva esetét mutatja ez a felvétel. A jobb lebeny ventrális részén egy mérsékelten eoszegény göb figyelhető, meg a dorzális felszínén ugyanakkor egy-egy apró mikrokalcifikációs góc látható itt. Hosszmetszeti képben ugyanezt lehet megfigyelni. A lebenynek a keringése nem jellegzetes, itt pedig az útrang vezérelt szúrást mutatom, ahogy a göbön belül majd felvillan a tű, a citrogai jó indulatú elváltozást igazolt. Most a tű vége. Buta kérdés, lehet-e ultranggal autonóm adenomát diagnosztizálni? Talán ilyen esetben igen. Mérsékelten eoszegény göb, tokkal övezett. Fokozott és szabályosan fokozott a belső keringés, nem szabálytalan ereket látunk. A tokban is végig jól detektálhatók az erek. Ez így együtt arra igaz, hogy a betegnek follikulális szerkezetű tumora van, a szabályosan fokozott belső keringés miatt nagyobb valószínűséggel, jóval nagy valószínűséggel adenomája. A göb mérete a haránt látóteret meghaladja, tehát 4 cm-nél hosszabb, jól látható az intra, illetve a perinoduláris erezettsége. Ebből még nem mondhatjuk azt, hogy autonóm adenomája van a betegnek. Hosszmetszetben a göb, de itt a döntő atrófiás, másfél centinél kisebb haránt átmérőjű az ellenoldali lebeny. Összefoglalva az autonóm adenoma ultrahangjegyeit, EHO normál alapállományban nagyobb részt EHO szegény göböt látunk, amit tok vesz körül, fokozott az intranuduláris keringés, és ami a per döntő, hogy dekompenzált állapotban mindig sorvadt az ellenoldali állomány. Jobb lebeny harántmetszetben mutatkozik ez a kissé EHO szegényebb, tokkal övezett göb. Keringés elvetületben jelzett, itt pedig egyértelműbb, a göbön belül ugyanakkor nem mutatkozik. A göb mediális részén még kifejezettebb a tokban futó erezettség, nagyon jellegzetes az ellenoldalnak a sorvat volta. Folyamatos felvételen jobb lebeny harántmetszetben mutatom az autonóm adenomát, itt pedig a tokban keresem az ereket, több helyen jól látható, egyértelmű. Hosszmetszetben mindez, és itt is egyértelmű, hogy tokba zárt, és az ellenoldalnak a sorvat voltát mutatja itt most hosszmetszetben a felvétel. Dekompenzált autonóm adenomáról van szó. Jobb lebenyben egy EHO normál tokkal övezett, cisztikus felrutulásokat tartalmazó tokkal övezett göb mutatkozik. Jól látható, hogy fokozott a belső keringés is. Jellegzetes, hogy az ellenoldalon sorvat állományt figyelhetünk meg. Folyamatos felvétel jobb lebeny haránt átmérőjében mutatkozik a göb. EHO normál tokkal övezett, több helyen cisztikus felrutulások tartalmaz. A belső keringés is fokozott, nem csak a tokban futó erek ábrázolódnak, ez ahogy mondtam, és az autonóm adenoma jellegzetessége. Mint ahogy az is, hogy az ellenoldalon, a bal oldalon egy sorvat állományt figyelhetünk meg, most ennek a hosszmetszeti képét mutatom. Később szövettanilag igazolt mikrofollikulális adenoma esete. Bal lebeny nagy részét egy tokkal vezet mérsékelten eoszegény göb teszi ki, jól lehet látni a tokban futó ereket, illetve belső keringés is fokozott. Folyamatos felvételen tokba zárt göb, mérsékelten eoszegény a szerkezet, ez önmagában egy átlagos follikulális tumornak megfelelő kép. Jól lehet látni a tokban futó ereket a kolormódban, ilyen típusú göbök teljesen egyértelműen follikuláris szerkezetű tumornak tarthatók. Ugyanakkor a jobb lebenyben is van egy kisebb és úgy szintén follikuláris tumornak megfelelő útrangképet mutató göb. Jól lehet látni mind a szürkeségi, mind a kolorfelvételen a tokjelet. Ez egy EHO normál göb, ebben rossz tanúság praktikusan nem fordul elő. Útrangvezérelt szúrás, jól lehet látni a tű végét, majd pedig a baloldali nagyobb göbből
itt is ugyanúgy lehet látni. Igen, elszórtan látható néhány típusos folliklussejt kolloidmentes háttérben, néhány mikrofollikuláris struktúrát lehetett azonosítani a keneten, de ez is egyértelmű. Nagyobbak a sejtek, az átlagosnál nagyobb volt a rosszontúság kockázata az atípia miatt, de a szövettől jó mutató adenomát igazolt. Mikrofollikuláris adenomának bizonyult esetet mutatok. Pajzsmirigy gyomleveny nagy részét egy ehhoz szegény göb teszi ki. Jól láthatóan a keringés a tokban és belül is fokozott. Ez gyanúsabbá teszi az elválasztást az átlagoshoz képest. Szürkeségi szintnél talán nem teljesen egyértelmű, hogy végig tokkal övezett a göb. Itt a hosszmetszeti kép. Kolorral vizsgálva viszont sokkal jobban mutatkozik jóformán végig a tokban futó keringés. És itt jól lehet látni, hogy a belső keringés a parenchimán belül is fokozott. Nem egy abszolút biztos jel, de mindenképpen növeli a malignitásnak a kockázatát. Az ultrahangképből is meg lehetett állapítani, hogy a betegnek follikulás szerkezetű tumora van. Itt a bal lebeny, ami épp. A citológiai képen mikrofollikulusokat látunk kolloidmentes háttérben, sejtatípia nem észlelhető. Ha mikrofollikuláris proliferációt látunk ilyen ultrahangképen, akkor mindenképpen műtétre van szükség, mert a jól differenciált follikuláris rákot csak a szövettan tudja kizárni. Nyelési és fulladási panaszokkal jelentkezett a beteg a rendelésem. Jobb lebeny haránt vetületet mutatom, a mélységi átmérőt 6 cm-re állítottuk, és így sem látjuk a dorzális felszínét a göbnek. Ez annyit jelent, hogy retrotraheálisan terjed a göb. Most hosszmetszetre váltunk, és az alsó pólust sem látjuk, tehát substernálisan is terjed. Itt a retro és a substernális terjedés egy képen, ezt nagyon érdemes megjegyezni. A kép jobb oldalán, tehát a beteg lába felüli rész, az a substernális pirossal jelölve, a kép alsó részén, azaz a dorzális részen, a zöld nyíllal pedig a retrotraheális terjedésre utal a kép. Így együtt elég ritkán látjuk, bár nagy pajzsmirigynél azért annyira mégsem ritka ez a szituáció. És a végén még egy felvétel a bal lebenyről, ami pontosan ugyanolyan, mint az ellen oldali. Szövettanilag igazolt strumanodózó esetét mutatom két ok miatt. Az egyik, ez a igen ritkán látható mértékű felszín egyenetlenség a jobb lebenynél. A ventrális felszín egyes pontjai között több milliméter különbség mutatkozik, ami a tapintást olyanná teszi, mintha két, egy jobb és egy laterális göb is lenne ezen lebenyen belül, miközben nincsen. Ezzel szemben a bal lebenyben van egy akkora, amit a normális mélységállítás mellett nem is lehet egészében látni. Ilyenkor átállítjuk a mélységet, most ezt látjuk, és ekkor egészében lehet látni a lebenyt, illetve az azon belül elhelyezkedő göböt. A göbnek a ventromediális részén jelzett tok pozitivitást mutat az inzert. Folyamatos felvétel, jobb lebeny, normális ehhoz szerkezetű, amelyben apró, pontszerű ehhoz szegény területeket lehet megfigyelni. Keringés nem mutatkozik a kolor felvétellel. Bal lebeny mélységállítás előtt és után mérsékelten ehhoz szegény centrálisan cisztikus területeket tartalmazó göb jelzett tok pozitivitással. Fonal granuloma képét mutatom. Pajzsmirigy jobb lebenyben egy ehhoz szegény képlet figyelhető meg. Itt ugyanazt lehet látni, olyan, mint a mikrokalcifikáció, evogazdag gócok vannak benne. Tehát indul a felvétel, jobb lebeny egy heges állomány kötőszövettel taglalt, és benne van egy ehhoz szegény góc. Tőle ventromediálisan egy másik hasonlót lehet látni. Itt azért volt jelentőség ennek, mert ez egy papillális rák miatt teljes irtott beteg volt, hogy valójában nem göb van-e. A piros és a zöld nyilak is egy-egy fonalgranulomára mutatnak, itt most már a bal lebenynél járunk, illetve az isztmikus résznél. Folyamatos felvétel, bal lebenyt mutatom, a lebeny állománynak megfelelően egy ehhoz szegény rész, és a lebenytől ventrálisan egymás mellett két fonalagranulának megfelelő képlet. Itt jól lehet látni az ultrahangvezérelt szúrásnál, illetve a piros nyilak a fonalagranulmára utalnak, a zöld nyilak pedig a lebeny maradványra. Olyan, mintha göbe lenne a betegnapi egy papilláris rákos előzmény esetén, azért egyáltalán nem mindegy.
keringés nincs a fonalgonalnak megfelelően, ez gyakorlatilag mindig így van. Ugye bal lebenynél járunk, most vetül be az isztmikus részen egymás mellett két másik fonalgranulóma. Itt a citrogé kép, ami jellegzetes, fonalszerű, megnyúlt képleteket lehet látni gyulladásos háttérben nagyszámú makrofág között. A műtét utáni ultrahangvizsgálat nehézségét demonstrálja az ábra. A közel lobektomizált pici jobb lebenyben látunk egy mérsékelten szegény, 4 EHO gazdagabb gócot tartalmazó képletet, kb. 6-8 mm-es. Ez nem valódi göb, a műtét utáni hegesedés, vérrelátási különbség következtében szinte mindig látunk körülírt területet műtött pajzsmégyben. Ez nem valódi göb, ez a picike eltérés itt a jobb lebenyben. Ezzel szemben a bal oldalon ez egy valódi tokkal övezett kissé EHO gazdagabb göb, tőle balra egy EHO szegényebb állomány van, itt még nem kétség, itt már probléma, hogy valóban ez göbe vagy nem. Tehát ez a göb jobb oldalt, bal oldalt pedig csak egy göbszerű rész. A bal oldali göbszerű résznek egészen más a keringése, fokozottabb, ez egy ép állomány. Itt a göb, ez nem göb. Hosszmetszetben jobb oldalt a göb, bal oldalt pedig legfeljebb göbszerű résznek minősíthető, többszörös körülírt területeket tartalmazó lézió. Hát ez nem könnyű, ennek az elkülönítése. Több gyakorlatot igényel, a keringés nagyon fontos segítségünkre van itt.